Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! A mai videóban az elmúlt héten szerzett ruháimat és egyéb kiegészítőimet szeretném megmutatni nektek, ugyanis javában tartanak már a nyári leárazások, és hát elég nehéz volt figyelmen kívül hagyni az óriási piros leárazás táblákat, meg a mínusz 70%-os táblákat, úgyhogy hát én is belevetettem magam itt a forgatagba, és sikerült néhány új ruhadarabbal gazdagodnom, nem mindegyik a leárazás, sos részlegből van, de összességében azt kell, hogy mondjam, egyetlen fekete sincs benne. Ez durva. Egyetlen fekete sincs, és inkább ez a vidámabb, nyáriasabb vonal, ami megragadott, illetve egyéb kiegészítők vannak még itt, szóval kezdjük is. Az első ruhadarab a H&M-ben kacsintott rám, ez a téglavörös, narancsos vonulatú, csipkeberakásos nyári ruha, ami egy ilyen nagyon kis lazacon középigérő hosszúsággal rendelkezik, és egyrészt a színe egy kicsit vad volt számomra, de úgy voltam vele, hogy megpróbálom. Nézzük meg, hogy működik így a szőke hajjal, kék szemmel, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jól működött. A ruha pontosan tökéletes rám, és ez a romantikus csipkés vonal itt elő engem meggyőzött. Mind a mellett, hogy egy ilyen nagyon laza kis nyári ruháról van szó, amit abszolút tudok viselni akár egy alkalmi eseményen, egy szép magas sarkú cipővel, de nagyon jól működhet akár egy sima hétköznap estén is, hogyha kiugrok a városba találkozni a barátaimmal. Szóval abszolút ilyen multifunkcionálisnak éreztem, és tényleg nagyon csinos volt, ahogy így magamon láttam, jól éreztem benne magam, úgyhogy 3000 forintért ő jött velem haza. Mondhatjuk, hogy abszolút ikrek lettünk Szilvával, ez által, a ruha által is, ugyanis a Bershkába találtunk egy olyan egyberuhát, ami mindkettőnknek nagyon megtetszett, és pont volt mindkettőnk méretébe, úgyhogy azonnal lecsaptunk rá. Nos, ez egy stretches anyagú, kicsit hosszabb, mint combközép vonalig érő ruha, és az érdekessége azon túl, hogy csíkos, és most teljesen rá vagyunk kattanva a csíkos dolgokra, az a háta. Ugyanis a háta az egy ilyen érdekes módon van megoldva, nagyon nyári hangulatú. Én nagyon el tudom képzelni azt, hogy ez így simán egy szalmakalap, papucs és mondjuk irány a város, vagy irány a tengerpart. Spoiler! És hát nem tudom, azonnal megtetszett mindkettőnknek ez a ruha, és igen, ez a hátsó része szerintem mindent visz. Nagyon kényelmes, egyébként ennek XS-es a mérete, és azt hiszem Szilva is az XS-eset választotta, mert hogy tehát annyira kellemesen stretches, olyan kényelmesen igazodik így az alakra, hogy valójában végül is aztán a legkisebb verziónál, az XS-esnél maradtunk, és ez mindkettőnknek így tökéletes lett. A következő két ruhadarab az a Stradivariusból van, és úgy gondolkodtunk, hogy mindjárt egy szett legyen, tehát egy nadrág és egy fölső. A nadrág szintén egy olyan, ami Szilvának is van, és nagyon megtetszett rajta. Úgy voltam vele, hogy nekem, úristen, nekem ez kell. Szerencsére nincsen köztünk ilyen probléma, hogyha nekem megtetszik valami, akkor én haragszom, ha ő is vesz hasonlót. Most fordítva, remélem nem így van, ugye nem így van, Szilva, de összességében nekem ez sosem szokott problémát okozni, hogyha valakinek a barátaim közül ugyanolyan ruhája van, mint nekem. Ha megtetszik, hát miért nem? És ez esetben is így alakult, hogy most egyforma nadrágunk van Szilvával. Ez egy magasított derekú nadrág, és szintén nagyon stretches anyagból van, tehát rendkívül kényelmes, és tök jó passzol hozzám. Az alsó része, tehát a lábszár része, az pedig egy kicsit rövidebb, mint az átlagos nadrághoz. Egyébként ehhez a nadrághoz egy fehér fölső az álom. De mivel nekem hasonló stílusban, szintén ez a csíkos bordázott felület, ilyenem már van, ezért egy másik szint választottam. Egyébként ennek a fölsőnek még az az érdekessége, hogy a hátsó része egy nagyon nagy ívben kivágott. Pont egyébként még azon a vonalon van, hogy a melltartó pántot eltakarja, tehát ez pont tökéletes, de ez a nyitott hát nagyon ilyen nyári, tökéletes egyszerűen, ez a kettő így együtt, úgyhogy utólagosan is köszönöm a stylistkodást Szilvának, mert ez egy zseniális szett lett. Térjünk vissza még egy kicsit a H&M-hez, ugyanis nagyon sok izgalmasságot találtam még ott. Konkrétan kerestem egy lezser, trikó jellegű pólót, és meg is találtam őt ebben a szép kis világos kék színben. Ez 700 forint volt, azt hiszem, 3000 forintról.
Tehát nagyon-nagyon baráti árkategóriába és XS-es méretbe lett az enyém. Egyáltalán nem tűnik egyébként XS-esnek, simán elmegy egy M-es fölsőnek, és rajtam is még bőven nagy. Tehát ahhoz képest, hogy XS, na mindegy, de ezt abszolút egy ilyen nyári laza fölsőnek akartam, egy rövid nadrággal, semmi extra, abszolút basic ruhadarab, és nagyon puha tényleg az anyaga, és tetszik az, hogy az alja egy kicsit ilyen csónakos megoldásra van vágva. Tudom, hogy a nyári 35 fokba kicsit sokkoló lesz a következő, de tudjátok, vannak azok az ajánlatok, amiket nem lehet visszautasítani. Nos, ez is pontosan ilyen volt. Azaz ő volt. Ezt a cipőt azt hiszem olyan 10 000, talán egy kicsit fölötte áron árulták eredetileg, és én 3500 forintért lecsaptam rá, és elhoztam az utolsó 39-eset. De nincs is mit róla mondanom. Tökéletes a szín, tökéletes a méret, tökéletes a forma, és az ára is egyszerűen kiváló volt. Itt közül talán a következő termék volt a legeslegjobb vásárom, azaz 90%-os kedvezménnyel tudtam megvásárolni őt. Ő egy csodálatos ékszerdoboz, egy nagyon nehéz, masszív üveg ékszerdobozka, 3 különböző fak van benne, és egy ilyen órany díszítés meg végül is a széleken áll. Most megpróbáltam óvatosan becsukni. És ez eredeti áron, még rajta is van a címkém, 7000 forint volt, viszont így 700 forintért lett az enyém, tehát ez egy kihagyhatatlan, csodálatos vásár volt, tekintettel arra, hogy millió ékszerem van, és mindig kell a tartó az újdonságoknak. A H&M-ben van a legújabb 3-as gyűrűszettem, amik aranyszínűek, és giga-mega nagyok, és furcsa formájúak, szóval abszolút imádom őket, és most meg is fel is kerülnek szépen az ujjaimra, most így egymás mellé, hogy jól lássátok. 2000 forint volt a 3 darab gyűrű, ha jól emlékszem, és hát nyilván nem így egyszerre szoktam őket viselni, hanem így külön-külön, mert mindegyik nagyon hangsúlyos, és kell nekik a tér. Kell nekik a tér. Szóval ők így a legújabb újdonságaim, és gyönyörűek, és imádom őket, és mivel arany, nem tudom, olyan finoman épülnek bele az outfitjeimbe, de mégis feltűnőek, mert nagyok és furcsa formájúak, és én teljesen odáig és visszáig vagyok értük. Rendkívül sokat szoktam utazni, azonban az ékszereim szállítását, azt így úgy szoktam megoldani, hogy bevágom őket így a táskába. És ez nem mindig jó, tehát például egy ezüst gyűrű könnyen el tud deformálódni, hogyha véletlenül neki nyomódik valami a táskámhoz, és megmondom őszintén, mindig imádkoztam, hogy csak épségben szedjem ki őket a táskából. Nem volt még gond, de mindig is akartam egy ilyen profi, csinos kis tárolót nekik, és egy ajándékboltba találtam meg ezt a picike kis bőrönt formájú ékszerdobozkát, ami egy kis puha felületű mini négyzet, mini bőrönt, egy kis csattal nyílik itt elő, és ahogy látjátok, egy mini tükör van benne, illetve hely az ékszereknek. Ez a középső rész itt a gyűrűknek van, ez a két szélső pedig csat, hajgumi, karkötő, nyaklánc, bokalánc, fülbevaló, minden más. 2 ruhadarab maradt még hátra, amit egy kínai webáruházból rendeltem. Ezeknek a linkjeit megtaláljátok, hogyha a leírásra kattintotok. Az első ruhadarab az egy szoknya lenne, már nagyon régóta szemeztem vele. Mindenképpen akartam egy ilyen nagy, habos, kék szoknyát. És ez bizony teljesen megállja a helyét az én elképzeléseim kapcsán. Egy kicsit hosszabb, tehát térd alatt érő, és sajnos bélése is van, így nyáron nem a legkényelmesebb viselet, de ez az intenzív kék szín, illetve az, hogy egy kicsit ilyen magasított derekú ez a szoknya, lehet alkalmi viselet, és lehet hétköznapi viselet is, attól függ, milyen cipővel és kiegészítővel párosítjuk. Nekem ez egy régi kívánságlistás álmom volt, úgyhogy ő is immár nálam van. A másik ruhadarab az pedig egy kantáros nadrág. És volt már hasonló korábban, de akartam egy ilyen nagyon rövid verziót is. Na most ez abszolút dizájnos, ahogy láthatjátok a rojtokkal, meg ezzel a nagyon kellemes színű farmeranyaggal. Nekem abszolút ez az egyik kedvenc nyári viseletem, és tényleg nagyon sokat hordom mostanában, mert rendkívül kényelmes, csak felveszek egy pólót, papucsot hozzá,
és kész is a csinos outfit. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és nektek is sikerült pár izgalmas ruhadarabot beszerezni a nyári leárazások során. Tessék pezsegni, fiúk, lányok, legyen nagyon szép napotok, és hamarosan találkozunk egy friss videóval. Addig is minden jót, sziasztok! Ennél a sátornál itt mögöttem lehet házasságot kötni valakivel, és én a 2005-ös szigeten házasságot kötöttem valakivel. Szóval az a mai napig tart, ergo félnél vagyok. Hoppá!